Eljött a negyedik alkalom, hogy God of War-ozunk, és ma nagyon megtoljuk a játékot, mert most délelőtt is God of War-ozni fogunk, délután is God of War-ozni fogunk, és este is God of War-ozni fogunk. Tehát most így sütörtökön jól megtoljuk ezt a játékot. A legutóbbi alkalommal minimálisat haladtunk a fő küldetéssel, de azért sikerült megcsinálnunk a hatodik fejezetet, az új úti célt, és éppen, hogy belekezdtünk a mágikus véső a hetedik fejezetben. Főleg mellékküldetéseket csináltunk, Brocknak és Sindrinek a mellékküldetéseit, illetve a templom körüli területeket nézegettük át, és ott is találtunk egy-két mellékküldetést. Úgyhogy ez volt a legutóbbi streamben. És innen folytatjuk most a játékot. Köszönöm szépen egyébként, hogy ennyien érdeklődtök ez iránt, a végigjátszás iránt, a játék magyar szinkronja iránt. Én örömmel játszom végig ezt a játékot, és örülök, hogy ekkora érdeklődés van részletekről, mind így a Twitch-en, mind így a YouTube-on. YouTube-on mondhatni ez lett egyébként a legaktívabb így a kommentekben, ez a végigjátszás. Na, én ezt akartam betölteni, ami itt van, ezt, mert itt hagytuk abban. Szerintem nem kéne ok nélkül zavarnunk Jörmungandert. Jelen pillanatban nem lenne helyén való. Szerintem nem kéne ok nélkül zavarnunk. Megnéztem azért. Azt hittem, mondd majd valami vicceset, Mimir. Most lejjebb ment a víz szintje, tehát újra fel lehetne fedezni azokat a területeket, ahol legutóbb voltunk, de majd ilyet fogunk csinálni, csak először haladjunk egy kicsit a főküldetéssel. A csónakhoz érve elmehetünk megkeresni a vésőt, vagy felfedezhetünk is. Nekem mindkettő jó. Felfedezzük a vésőt. Ezt te meddig fogod tolni? Mármint most a streamre vagy a játékra gondolsz? Meddig fogod elvinni a játékon? A végéig. Ezek a lidércek tűzgolyókat lőnek ki. Tűzlidérc, ez egy ötös szintű tűzlidérc volt itt az egyik. Nézz ide! Igen, uram! Egy kincses térkép! Szevasz, madarin. Májkrémes kenyér volt a reggeli. A fénysziget, amíg úton vagyunk Alfheimből, a fényelfek őrködnek Midgard felett. Ezen a helyőrségen töltöttem el életem javarészét, és valószínűleg itt ér majd a halál is. Sok kincses térképet találtunk. Ezt itt most meg lehetne mászni. Mindjárt megyünk tovább. Várjunk, ez most így hova... Ó! Ó! A kígyó azt mondta, hogy a valódi legmagasabb csúcsra...
Ha a valódi legmagasabb csúcsra szeretnénk eljutni, akkor két dologra lesz szükségünk. A titkos jötunheimi utazó rúnára és egy darabra a mágikus fésőből, hogy kifaragjuk vele. Először is vízre szállunk, hogy megtaláljuk a vésőt. Ja, de nem jó fele megyünk. Szeretnék kérni egy szívességet, csak egy apróság, ígérem. Na. Emlékeztek a tőre, amit adtatok? Arra, ami a martalózba volt szúrva. Akit a saját fia ölt meg. Persze, nem felejtettem el. Nos, a nyomok egy martalóz csapathoz vezettek a Northri erőd környékén. Fogadni mernék, hogy odavitték a raktárban szerzett zsákmányt. A fenőkővel együtt. Aminek hasznát venném. Hogy segítsek? Ez... micsoda Kratos válasz. Jó, még egy kincsvadászat. Értelmetlen. Nos, nem, ha Sindri jobb felszerelést tud csinálni a fenőkővel. Meg hát a martalóc fia. Megölte az apját. Szia, Climax. Szervusztok, skacok. Jó, látom, hogy a szinkron nem mindig egyezik a szöveggel, ez direkt van így, tehát hogy ez nem lehet úgy a szájába adni szinkron színészeknek mondatokat, hogy feliratot kelljen felolvasni, szóval hogy ez a filmeknél, sorozatoknál sem így van. Mit akartam nézni? Ja, hogy lehet, hogy arra tudunk menni tovább. Bár ez nem úgy tűnik egyelőre. Ez itt micsoda? Ó. Ó, azt hiszem, sejtem, hogy merre megyünk. És akkor onnan le tudunk csúszni. Szerintem ez az a hely lesz. Így van. Ez az a hely. Ez az a hely. A valkűrök tanácsa. Mit csinálunk még itt? Csak körülnézünk, Atreus, csak körülnézünk. Itt egykor a valkürök tanácskoztak. Lehetséges. A nyolc trón... Beszélj nyíltan. Ismered a helyet, vagy nem? Én vagyok Mimir, a legokosabb ember. Sok mindent tudok. Nos, bármi is legyen ez a hely. Fontosnak tűnik. Kinek? Nincs itt semmi értékes. Hát Reusz, jól látja, ez egy fontos hely, de majd még később fogunk visszatérni. Már elfelejtettem, hogy ez itt van. De azt hiszem, meg fogom tanulni örökre. Ó! Itt majd robbantanunk kell. Valahogy. Öt lút is volt benne, három világkígyó pikkely. Ez egy jó láda volt. Amúgy brutálisan sokat javult a játék grafikája a Ragnarökkel. Amit tegnap néztünk, hogy van, ahol nagyon furán néz ki a víz. Hát ja, az így néz ki ebben a játékban. Ilyen furán néz ki. Ha megtaláljátok a fenőkövet, kérlek, bánjatok vele nagyon óvatosan. Elvégre véged csak értékes erekje.
nem ok nélkül jöttünk ide. Lehet, hogy innen nem is tudunk oda eldobni. Hát, hogyha följebb viszem, nem hiszem, hogy távolabbra repül. Hát ez meg mondjuk mellé ment. Aha. Hát ez esélytelen, szerintem. De amúgy hozzáér. Tehát hozzáér. Ja, de ezt nem innen kell. Azért megnéztük. Láttuk, hogy ott van. Na, én örülök, hogyha így látjátok, hogy szép. Azok után, hogy rám szóltatok, hogy csúnya, és hogy kikapcsoltuk a DLSS-t. És így a Ragnarök után játszva, hát vannak részek, amik amúgy nem annyira néznek ki jól a játékban, de ettől függetlenül tényleg szép a játék. Csak látszódik a különbség a Ragnarökhöz képest, igazából ennyi. Akár amúgy innen is megpróbálhatnánk, mert ez már azért közelebb van. Jó, szerintem innen el tudjuk érni. Kicsit följebb. Ennyire tudjuk. Jó, akkor innen még mindig nem érjük el. Jó. Akkor innen megyünk tovább. Merre van a véső? Evezz az evezősök szobra felé, aztán haladj el közöttük. Aha. Olyan közel! Na majd most! Szóval az evezősök szobra között kell menni. Oké. Na! Meglátsz. Ott egyébként nem tudom, láttátok-e, de ott van egy olyan lény. Ó, és egy birodalom szakadás. Két hatos. Újjúj. Na megpróbáljuk leboxolni, az egyiket sikerült. Jesus! Azt a rohadt, miért rám csapott? Az komoly. Én nem gondoltam, hogy ez a varázsló, ez amúgy annyira nem sebez meg a... megszúr. Hogy arrébb csúszom? Testvér!
nekem azt a... Hát elment egy feltámasztó kavics. És egy kisebb birodalmak pora. Ja, amúgy mindjárt csináljuk a főküldit. Köszi, köszi. Nilfheim Mikó darab. Fafnir. Mindig érdekelt élet vele. Na várjál, itt van egy küldi, ami Fafniros. Fafnir, hallottam már ezt a nevet korábban. Egy törpe király fia. Kincseinek őre, Andvari átkával. Ha meg szeretnénk szabadítani, össze kell törnünk a három oltárt, amely fogva tartja. Tudom, hogy a sárkányok veszélyesek, de nekem úgy tűnik Fafnir már sok mindenen ment keresztül. Fafnir? Mint Fafnir raktára Fafnir? Ő az. De Sindri szerint ő ettől? Az volt. Most pedig sárkány. Kiszámíthatatlan az élet, igaz? Látszra vett. Talán keressük meg a rögzítő oltárokat, és szabadítsuk ki a szerencsétlent, nem? Ám legyen, csináljuk ezt. Csak kevés HP-m. Szerintem ideje visszavonulót fújni. Ebbe belehalom. Basszus, piros támadás. Szevasztiki. Na jó, akkor főküldi. Akkor irány a főküldi. Mert most egyszerűen nincs hírünk erre az akcióra. Ja, Mimir hangja nagyon jó, nagyon tetszett amúgy, mármint ami így számomra kiemelkedő, hogy így nagyon ütött, meg Baldur is, Baldur és Mimir, meg Freya. Ja, persze, hogyha több HP lenne, akkor nyilván menne a dolog. Ja, hát is a két törpe, igen. Brock és Sindri, ők is jók nagyon. Túl korán ragadott el tőlem a halál. Ti, akik az élők között jártok, szeretett Gulvigem hozzám kiállt. Mégis darabokban hever, továbbra is. Könyörgök nektek, tegyétek újra egészé őt. Azt szeretnéd, hogy gyűjtsük össze a csontjait. Fúj! Gulvig Szédör varázslata nem ismer határokat. Összehoz titeket a halott szeretteitekkel. Tényleg? Hogyan? Fiú! Érzem a szomorúságodat, gyermek.
Biztos lehetsz benne, hogy a varázslata elég erős ahhoz, hogy hidat verjen élet és halál között. Ha csak egy rövid időre is. Fiú, megyünk. Az ilyen közönség. Az én édes Gulvigem csontjait három különböző helyre szórták szét a tó körül. Hozd ide nekem, gyermek! Gulvig megjutalmaz érte! Közönségi finanszírozású projekt, Sticky. Profi szinkron színészekkel. Ahol meghaltál a farmát, volt HP. Hát még több HP kéne, hogy így jól tudjak kalandozni. Most már ugye maxon is vagyunk. Úgyhogy most már akkor mehetne is akár. Szia, Rumák! Keresett vésünk a kapu mögött van. Ó, igen! Rólad mit lehet tudni? Pontosan! Nem vagyok kész! Oké, okay, mert... Bele egy szamodba. Az én szép Gulvigem. Ez a világ szenved Gulvig lelke nélkül. Apám, lehet, hogy meg kellene keresni. Minek? Nem hallottad? Újra beszélhetünk anyával, ha nyitva tartjuk a szemünket. Keresgélj, ha akarsz. De engem nem érdekel ennek a bolondnak a szava. Szóval, hogy néha nagyon menő lett a renden a szinkron. Nagyon zsír. Amúgy merre vannak azok a csontok? Atreus, hadd lehessen boldog. Fafnir röpte, Fafnir röpte. Ez lehet az? Igen. Hát akkor végül is meg lehet csinálni. Hogy berepült Atreus a csónakba, láttátok? Na, azt mondja, hogy a remény anatómiája ezt kell nekünk. Nézzük. Ja, és akkor így villog. Aha. Jó. Gulvig. Akkor vissza. Hadd örüljön a gyerek, így van. Szevasz, gék, szevasztos kacok. Hol? Gulvig. Megtarthatjuk. Lehet, hogy megtaláljuk a többit is. Ez a lélek hazudik, fiú. Honnan tudod? Sok lelket ismertem, mint hazudnak. Ez más. Tudom. Keveset tudsz. Hát szerintem, bár én elvakult vagyok ebben a témában rendben, a magyar szinkron az egy külön művészet. Baszmar, Freeman, Eric. Jól vagy? Nem. Ó,
Az árum a víz alatt van. Az emberei megfulladtak, ennek ellenére a testük tovább bolyong a parton. Héljárók, ők a fertőzés forrása. Én voltam a kapitányuk. Miattam haltak meg. De ez az utálat beszennyezi az emléküket. Találok valami módot arra, hogy megszabadítsam őket ettől a kínzó állapottól, ebben eltökélt vagyok. Egy vihar ripityára törtem mindhárom hajómat a tavon. Nem tudom, mivel dühítettem fel Tort. De az ítélete gyors volt, és kegyetlen. Ez a holteher lesz majd, aha. Vannak amúgy új jó szinkron hangok egyébként. Például, ami aki nekem tetszik, a 13 Reasons Why-nak a főszereplőjének a szinkron hangja. Ő TikTokra szokott videókat csinálni. Néha még a munkájával kapcsolatban is, úgyhogy vannak egyébként jó fiatal szinkronhangok. Szerintem most a játék összes kincses térképet felszedtük. Beszélek a magyaron kívül még két nyelvet, közel anyanyelvi szinten, és magasan a magyar az egyik legjobb szinkron szerintem. Nagy százalékban nyilván vannak kivételek, ez is egy mesterművelet. Na, örülök, ha így gondolod. Már évek óta dolgozom a Rézla Farmadnak, de a fizetség mindig szűkös, így hogy a tábor megoszlik Vandrid és az apja között, senkinek sem fog feltűnni, ha a keresetből jutatok magamnak egy kis mellékest is. A titkos kilátom tökéletes rejtek hely. Ahol és akkor itt kéne felmenjünk. Hallok madarakat. Guldig csontjai! Mit mondanál neki? Guldignek? Anyádnak. Mit nem mondtál el neki? Azt hiszem... Csak tudni szeretném, hogy jól van-e. Meghalt, fiú. Tudom, én csak... Ezt te nem érted. De te sem. Minek hívom vissza? Ja. Már nem is kell. Ja, csak így van egy plusz animáció, ugye merítünk egyet. Jó, és akkor...
Ja, ott hallottuk valahol. Hallottuk valahol ott a... hollót. Ja, ezt én raktam ki, hogy miután elhajítom, és a visszahúzás után még ütünk is egyet. Csak nem foglalkoztam ezzel. Ja, ez elég hasznos. Jó. Sír. Lehetőséget láttam, hogy vadásszunk és kereskedjünk ezeken a földeken. Már rég feladtam Jötunheim keresését. Csinálják a fiatalabb és reménytelibb emberek. Mint mi? És te mit mondanál neki? Semmit. Semmit? Elmondtam mindent. És mi van azzal, amit eddig tettünk? Az ember, aki a házunkhoz jött. Beszéltünk a világkígyóval. Annyi mindent csináltunk. Csak szeretném ezeket elmondani neki. De nem? Mit mondanám még neki? Elmondanám, hogy jól vagyunk. És ne aggódjon. Atreus, nekem is hiányzik az anyád. Ezt te is tudod. Azt hittem, keveset tudok. Próbálok odafigyelni, hogy ne szakítsuk meg itt a beszédet. Oké, és itt úgy néz ki, hogy nem tudunk tovább menni. Ó, olyan, mintha egy egész város lenne víz alatt. Úgy van, egy elfeledett város. Atlantis. Mi volt a neve? Elfelejtettem. Majd visszajön Mimirnek az emléke. Én nem játszottam az előző God of War-okkal. Mielőtt ennek a PC-s verziójával játszottam volna tavaly a megjelenés előtt, akkor számos videót néztem meg az előző God of War-ok sztoriával kapcsolatban. Aztán a GameStar-osok csináltak egy viszonylag hosszabb videót erről. Iron Duck. Azt mondja, hogy a feltöltődésünk véglegesen megnőtt kettővel. Úgyhogy nekem kimaradtak. Mondjuk nem, mert amikor kipróbáltam a... Volt valami stream. Azt hiszem PS Plus promo streamen volt, és akkor három játékot próbáltunk ki. Az egyik a God of War remasterje volt, az első God of War-nak a remasterje volt. Azzal játszottam, de csak egy órát, vagy másfele. Mi a véleményed? A magyar szinkron PlayStation is elérhető lesz? Nem lesz elérhető, és imádom a játék magyar szinkronját. Fény elf helyőrség. Ő biztos barátságos lény. Szia! Akkor mégsem. Micsoda? Mi volt ez a sebzés? Okay.
erősek az ellenségeink. A hélárny felderítők égfalat tudnak idézni fedezéknek. Amikor felbukkannak a fedezék mögött, akkor apám fejszét hajít rájuk, vagy mögéjük dobva visszahívja hátulról. Én úgy tudom, hogy a szinkron sarkosok felvették a kapcsolatot a PlayStation-nál, PlayStation Magyarországgal, és a... és nem kérnek ebből. Nyilván ennek több oka is van, hogy miért nincs és miért nem lesz magyar szinkron. Mágikusan lezárt. Szerintem max olyan lehetne, hogyha lesz egy új God of War, akkor lehet, hogy ahhoz lehet majd szinkron, de már egy ilyen rég kiadott játékhoz nem hiszem. Legalábbis az alapján, amit így hallottam. Oda kell majd vinni. Körül nézek valahol, itt kijebb hátra látok egy-egy pecsétet. De semmi. Megvagy! Oké, oda is majd lehet menni. Itt majd lesz egy shortcut. Ó, Mázdi, hogy itt nem kellett most megküzdenünk. Na, az egyharmada a birodalom szakadásoknak most ezzel meg is lett. Aha, jó. Hát akkor több mint valószínű, hogy ezt nem visszafele kell vinni, hanem valahova majd ide. És akkor itt majd át. Esetleg. Itt akkor nem volt semmi, nézzük csak. De
Aha. És hogy pont sikerült elkapni az ellenséget. Oké, ott leesett. Na és akkor ide kell lehozni. Atreus, te egyé váltál közben a kristállyal? Na, 2 perc és jön az egyik csomag. Két perc, srácok, és... át kell vegyek egy csomagot. Azt nézem, hogy nem maradunk le közben. Egy pecsétra. Mögöttem. Lehet, amikor még mondta, akkor tényleg mögöttem volt. Jó, csinálunk shortcutot, de nem megyünk le. Na, pillanat, srácok. Ó, ott az utolsó. Gyorsan kinyitjuk, és akkor megyünk följebb. Még 3 idun alma, ez azt jelenti, hogy megnőtt a maximális életerőnk. Nem is baj amúgy, hogy így elmegyünk kalandozni erre-arra, mert legalább nő a max HP-nk. Aha. Na gyere, lőj meg. Ja, akkor mindegy. Na 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 na, álljunk csak. Hatos enemy. A francban. Most már elvileg nem jön több futár, tehát mi játszhatunk a játékkal. Most már semmi nem fog állítólag megzavarni minket. Komoly? Te szemét, onnan dobálsz?
Most már az ellenfel... Látom, fejlődsz. Folyamatosan kérdezi Atreus, hogy milyen volt, és mindig változik a megjegyzése Kratosnak egyébként. Mi lesz itt fönt? Miért csináltuk mindezt? Ez mindjárt kiderül. Egy aranyládáért. Az It Takes Was megérdemelnia mi maxolást részünkről egyébként. Egy Ratatöskör nevű szellembókust idéz meg, amely feltárja a felhasználható tárgyakat. Ratatöskör. Keserű mókus. És egy birodalom ősi darabjai. Nem mondom, amúgy nem akartam megakasztani ezzel a csomagmutogatással a God of War streamet, de mondom, ha már így alakult, akkor legalább már megmutatom nektek, hogy mi az, ami miatt megszakadt a God of War stream. Meg amúgy egyébként is mutogattam volna, csak hát nyilván nem akkora stream közben, játék közben. Most már csak annyi, hogy majd mesélek róla nektek, hogyha így kipróbáltam, felpróbáltam. Mindenféleképpen lesz róla a beszámoló. Nagyon szeretem az ilyen tech kütyüket. Úgyhogy ez most nekem olyan, mint... Hát jó amúgy, mint hogyha ilyen kis karácsony lenne, vagy mini karácsony. Szóval 8-as enemik. Jó, majd akkor később ide visszajövünk. 8-asok így a játék elején. Biztos nem csináljuk meg. Tetszett nagyon a láncfűrészes 3-on? Jó volt. Az nagyon jó volt. Én is nagyon élveztem. Örülök, hogy ti is. Ha szar lett volna, egyébként, a játék is, meg az élmény is, akkor biztos morcos lettem volna, hogy pont aznap jelent meg a God of War szinkron, és én meg szar játékokkal játszok. Igazából ez akkor jó ez a switcher így, hogyha nektek, hogyha ugye elfogyott a porta a tévé. Nagyon szeretitek a tévéteket, úgyis sokára akarjátok leváltani, vagy mit tudom én, még OLED-es is teszem azt, hát akkor azt meg aztán tényleg sokára váltjátok le, és akkor...
nincs elég bemenet a tévén. Rá akarjátok tenni az Xboxot, a Switchet, a PS-t, meg a mit tudom mit, és akkor, ja, hát oda jól jön. De általában egy tévén azért van két bemenet. Jesus. Moga, köszi szépen a 21 hónapot, éppen lemaradtál a mai loot mutogatásról. Mizó is. Na gyere! Lila lélegzabáló. Switcher Max Flipper. Igaz, semmi nem HDMI 2.1-es, de legalább most már van ilyen. Azt a rohadt. Gyere. Hú, kitartás maga. Nem tudom, hogy a PS5-ön HDMI 2.1 van-e. Hát ez szerencsére megsajtoltuk ezt az ellenfelet, így hogy el tudtunk bújni és nem bántott. 2.1-es a PS5? Na, hát akkor az 4K... Ja, hát 4K 120 az csak 2.1-en megy. Ja, hát mondjuk ez hülye kérdés volt. Lélek zabáló. Ja, hogy eddig csak lélekfalóval találkoztunk. Egy agastyán, akinek a lelkét fekete tört mágia tépte ki. Erősebb, mint a hagyományos lélekfaló, de engem azok is halálra rémítenek még mindig. Tegnap ránéztem a God of War-os vodok egyikére, és iszonyat jó a szinkron. Örülök, hogy neked is tetszik maga. Az utolsó csont. Talán vissza is mehetnénk a lélekhez. Talán megtartja a szavát. Tudom, is. Tudom, hogy nem jön vissza rendben. Tudom. Csak... Vigyük vissza. Furás pimi. Nálam szerencsére megy a tévén a HDR 4K a PS-től. Úgyhogy annak örülök. Találtunk egy mérgezés ellenállásos talizment. Nem itt, hogyha... Tehát, hogy játékoknál én ezt a HDR 4K-t nem élvezem ki, mert nem olyan játszok tévén. Meg nem olyan játszok streamen kívül. De például a Disney Plus, ott van HDR. Nem tudom, hogy a többi streaming szolgáltatón van-e, de a Disneynél van, és az Ahsokát úgy nézni. Ide, fiú! Nagyon jó volt. Nézd, egy kincses térkép! Most már tényleg az összes kincses térkép meg lesz. Szerettem volna hozzájárulni Fafnir erekegyűjteményéhez. Arra érkeztem, hogy az ajtó zárva, az utat pedig, ahol bejöttem, martalócoktól a szólták el. Gyorsan elástam a kincsem, és elrejtőztem, amilyen sebesen csak tudtam. Ha sikerül meglódnom, visszatérek ide. Na várjál, Fafnir. És ott. Ó, akkor a kincses térképet nem jelzi itt? Mondjuk előtte van, szóval lehet, hogy ez itt van. Lehet, hogy a kilencek partjához tartozik. Lehet, hogy oda majd vissza kéne mennünk. De nem most.
Netflixen és a Prime-on is vannak HDR-es tartalmak. Aha, hát akkor ebből is látszik, hogy nem sok ilyen tartalmat fogyasztok. Én eddig csak a Disney-seknél láttam. Azért, hogy meggyalázzák. Ha a testrészeket szétszórják, a lélek alantas lesz. Nincs esélyed a Valhallára, sem Helheimre, ha a maradványaidat szétszórták. Kérdezz meg a lelket. Biztos vagyok benne, hogy lesz rá válasza. Helheim. Oké, most már ezt is tudom. Én eddig úgy mondtam, hogy Helheim. Helheim, oké. Akkor ezt megjegyezzük. De emellett meg nem lehet elmenni. Kettő az erőhöz. Kettő a sötétbe zár. Pont azon gondolkodtam, hogy előfizettem a Sky Showtime-ra, amikor megjelent. Néztünk rajta egy-két bővített kiadású Office részt, és azóta semmit. Jánosztónál kedvenc sorozatom, a Sky-on megy. Na, megnézem majd Dante. Te Disney-ben jártál még? Ja, amúgy ide jöttünk. Összegyűjtöttük a feleséged csontjait, lélek. Mutasd a varázslatot, amit ígértél. Oh, édes Gulvigem, újra egészben. Ébredj fel, kedves Gulvig! Ébredj, ó hatalmas Gulvig! Erni Ukkar Birtjaszt. Azt mondja, megjutalmaz minket. Erdi Fagna. Összehoz minket. In Gauder! Jól van! Jézus! Mikát a fán? Jesus! Én megmondtam. Tyr páncéjának elkészítése. Anya mindig azt mondta, hogy Tyr volt az egyik legszeretettebb isten. A halandók a világ minden részéből ide utaztak a templomába, és ajándékokat hoztak neki. Úgy tűnik, mintha a lelkek, akikkel a kilencek tavánál találkoztunk, azok közé tartoztak, akik imádták a jog és a hősiesség istenét. Ezek az áldozatok nagyon szépek. Fogadok, hogy Brock vagy a bátyja tud belőlük valami hasznosat alkotni. Például egy páncélt. Én a Netflixet, én fizetem a Netflixet, a Disneyt, a Prime-ot, meg az HBO-t. A család nézél meg soha. Fish, akkor még a... Ez is igaz. De ne engem okulj a csalódottságod miatt. Vedd úgy, mint egy lecki. Akkor még mehet a Sky Showtime, meg az Apple TV.
Vagy még mire lehet előfizetni, Fish? Csak hogy teljes legyen a repertoár. Nehogy már kimaradjon valami. Gulvig. Egy lélek meggyőzött arról, hogy Gulvig. Egy nagyhatalmú boszorkány, akit sokkal korábban öltek meg. Összetud hozni minket anyámmal. Apám nem hitt neki. Nekem se kellett volna, de az esélyért, hogy még egyszer látassam anyát, úgy látszott, meg kell ezt próbálnunk. Nincs igazam? Miután minden csotját összegyűjtöttük, Gulvig feltámadt és azt mondta, összehoz bennünket a halálban. Aztán ránk támadt. Megöltük persze. Nagyon dühös voltam magamra. Hogy dőlhettem be egy ilyen nyilvánvaló hazugságnak? De apám azt mondta, vedd úgy, mint egy leckét. És így is teszek, soha többé nem bízom a lelkekben. Itt. Igen, uram. Jó. Hát nálunk az van, Pingúzsó, hogy valamikor izé... Na... Nagy sorozatozások, filmezések mennek, ahogyha éppen van valami megjelenés, van, hogy egy-két hónapig nem nézünk semmit. Úgyhogy vannak hónapok, amikor nincsenek kihasználva az előfizuk. Ez a családi ügy, ez. De a mágikus véső. Csináljuk a mágikus vésőt. Haladunk legalább azzal is. És ahhoz erre kell menni. Ez a véső, amit keresünk. Merre van? Örülök a kérdést. Épp van erre egy történetem. Volt egyszer egy Tamür nevű óriás. Egy nagyon nagy óriás, aki hegynyi mérete ellenére kétség kívül a világ valaha látott legjobb kőművese volt. Ez a rözge Tamür azt remélte, hogy egy nap majd átadhatja hatalmas tudását a fiának, de a fiatal Hrimtürver egy harcos szíve dobogott. Talán az apja fél túlságosan, vagy a fia túl kevéssé. Mindegy is, egy veszekedésük során kijöttek a sodrukból, és a túlhajszolt kőműves... Puff! Megütötte a fiát. Hrimtür pedig kirohant az éjszakába. Szégyenében és sajnálkozásában Tamür a fia után rohant, de ebben a lelki állapotban nem sokára Midgardban kóborolva találta magát eltévedve és egyedül. Sajnos észrevette őt az, akivel nem szeretett volna találkozni azon az éjjel, ennyire távol az otthonától. Tort. Oh. És? Mi történt azután? Majd meglátjátok. Kösz. Itt izé, itt hagyott minket. Itt hagyott minket egy történettel, egy befejezetlen történettel. Hát Mimir, hogy volt Merced? Mióta megvan a PS5, azóta nem Netflixezünk, hanem felváltva osztozkodunk. Esett egy falura. Igen. Amikor Tamür elesett, elpusztított egy helyet, ahol Njördöt, a vánistent imádták. Thor mindig azt mondta, hogy pont így tervezte, de igazából csak szerencséje volt.
van valami vérfarkas. Vizsgáld meg a halott óriást. Vérfarkas! Egy veszélyes bestia. Együtt le fogjuk győzni. Ugrálhatsz! Jó. Na gyere! Ja. De jól nézett ki. Ez a birodalom szakadás, vagy mi? Az egyik hegyét igen. Egy nagyon nagy vésőjé. Mágikusan le van zárva sajnos. A birodalom hajlítás. Bocsánat. Ne, valószínűleg nem fogom tudni ezt megjegyezni. Fenébe. Nem történt semmi. Ne, lejjebb esett, és az valószínűleg jó, hogy lejjebb esett. Testvér, a kristály megint fénylik. Tesó! Nekem ami még eszembe jutott a két Game Pass előfizetésnél, hogy most hozták be, meg talán ki is vezették már a családi csomagot. Meg talán... Szép húzás. Meg ha már két Game Pass-t fizetsz, a két Game Pass szerintem olcsóbb, mint egy családi csomag. Azt talán három főnél ért el volna meg. Szia, Adria második. Amikor így láttam, hogy ezt így meg lehet fogni, akkor nem arra gondoltam, hogy megfogja és megragadja, hanem mit tudom, feljebb mászunk. A játékokban miért tűnnek el a halottak? Kevesebb erőforrás, szerintem. Egyrészt. Mi lett a túlélőkkel? Ó, támőr egy fagyóriás volt. Halál akkor az utolsó lehelete mindent megfagyasztott. Támőr. Mágikusan lezárt. Jó. Hát attól még megfogdoshatom, nem? Biztos. Róna erős szett. Meg egy kemény szvátáv helymi acél. Ott van! Találd meg a véső hegyét. Az, ami kell nekünk. Ellesi! Tényleg, ott van. Aha. Aha, jól hallottam. Ott
karomhajlítás. Na nézzük. Úgy néznek ki, mint a farkasok. De felegyenesedve járnak, mint az emberek. És sokkal okosabbak a farkasoknál. És erősebbek, és gyorsabbak. A szőrük annyira sűrű, hogy nehéz őket leteríteni. Kicsit azokra a berzerkerekre emlékeztetnek, amelyeket apám elintézett múlt nyáron. De farkasok medvék helyett. A vérfarkas vonyítása azt jelzi, hogy őrjöngeni fog, és eközben hihetetlen sebességgel képes támadni. Jaja, PSN, ha mondjuk... Hát amúgy nem tudom. Atreus, ide! Igen, apám! Szóval PSN ugyan megoldva, hogyha van egy erőfizód. Amúgy valószínűleg az Xboxon is így van, csak én azt az ökoszisztémát nem vágom. Hogy PSN előfizetsz, és ha valaki be van lépve azon a PSN másik accounttal, akkor ugyanúgy hozzáfér minden PS Plus-os cuccshoz, hogyha megvan osztva. Ha megvan osztva. És még a... Ezért, tehát hogy nem csak a más megosztott játékaival tud játszani, hanem még a PS Plus-t is megkapja. Úgymond. Tehát az én PS Plus-os játékaimmal is lehet játszani. El tudod? Uram! Njördnek ajánljuk a tengerjavát. Á, igen. Úgy hitték, hogy Njörd csitítja el a tengereket a halászoknak. Ezért szerették és... Njörd Isten létére nem is olyan rossz. Imádták. Üdv mindenkinek, srácok! Még a izé is működött, Spimi. Szóval letöltöttük a Far Cry 6-ot, és a Cloud Save az működött. Adrinak a profilján is. Pedig ugye Cloud Save csak akkor van, hogyha van PS Plus-od. Aha, még akkor egyet kell lökni. Aha, most már jó. Hé, megkeményedett világfaner. Jól jön. Hé, tesó, nincs egy kis fölösleges megkeményedett világfanedved? Hát én ezt a családi csomagot úgy tudom amúgy elképzelni, hogy ilyen, tágabb család. És nem azért tök jó a magyar szinkron, de tényleg muszáj jelentéktelen ismétlődő hülyeségeket magyarázni a folytonnak őknek, hogy kész vagyok, stb. Hát ezt mondta, tehát hogy ennek nincs köze a szinkronhoz, Zoli. Tehát hogy ez volt... Tehát hogy... Ezt mondta alapból is a játék. Talán erre mehetnék. Meg ezek a kölyök beszédek, ezek általában ilyen guide a játékosnak. Amikor például mondja azt, hogy nem áll készen, mert ugye előttem az összes ilyet, vagy amikor mondja, hogy most lehetne menni, hogy megkeressük a izét,
a csizelt, nem jut eszembe a magyar szó, meg megyünk, megyünk felfedezni itt a környéken. Szóval, hogy ezek ilyen guide-ok a játékosnak igazából, Atreus szavai. Ja, az lehet amúgy úgy van, Spimi, hogy csak PS Plus, tehát csak úgy tudsz letölteni PS Plus-os játékokat, hogy a PS Plus előfizikus accountból. Az simán lehet, hogy úgy van, azt nem vágom. Jaja, kész vagyok, azt valószínűleg azért mondtam, mert feltöltődött az íja, és nem használtam. Szia, Muriel! Tűnt mindenkinek! A szervó szerve, Sánci. Üdv mindenkinek, skacok! Hogy élvezte, hogy csúszkálat láttátok? Tök jó. Kis apróság megint. Jaj, ne. Reméljük, hogy ez csak loot lesz, és nem harcolás. Jó, ez csak loot. Hogy tetszik a játék? God of War, ez is, meg a Ragnarök is. X-Pel 10. Mint egy hiperaktív kisgyerek, aki fel akarja hívni magára a figyelmet. Tudom, hogy az eredeti angol verzióban is így majd rázott, de ott nem értettem, így nem annyira foglalkoztam vele. Hát, amúgy meg lehet érteni. Mármint a Atreusnak a hozzáállását, hogy miért ilyen. Az apja elismerésére vágyik, aki hát eléggé spártai. Milyen szépen néz ki amúgy az óriás szeme, bakker. Ott van, ott a Shizel. Igen, jutunk oda. Van egy tervem. Valóban. Mi olyan meglepő? Nem sértésként, de szerintem Thor a Mjolnirrel sem tudna átjutni egy ekkora jégen. Akkor Thor bolond. Na, erre befizetek. Fiú! Látom! Hát ezt elmisszeltem. Gyertek fel!
Ott van Sindri. Azt mondja, hogy nem vagy fáradt. Na, pajzsos Draugurhoz kaptunk még egy kis kódex bejegyzést. Ha a vadó csapkodsz, azzal nem töröd meg a védelmét, de apám használja a védelem áttörését, akkor biztosan talál rést. Apa elég erős ahhoz, hogy kivigyen egyet a támadásaiból, de eltart egy ideig, amíg felépül. Okosabb elkerülni a találatokat. Írták az Ogréhoz. Mindent felveszünk még akkor is, hogyha már nem kell a HP. Hát itt nem is volt semmi. Ez a harc aztán nem volt semmi. Tessék, a tiéd! Elpazaroltál egy teljesen jó almát. Hogy nem láttak meg. Itt nincs hova elbújni. Hogy szétvágta az almát? Egy kis trükk, amire a népem képes. Egy mód arra, hogy ne lássanak meg. Láthatatlan tudsz lenni. Inkább úgy mondanám, hogy be tudok lépni a világok közti világba, és az elméd nem képes felfogni, mit lát, ezért nem lát semmit. Ezért tudjuk elkerülni, hogy használjuk az általunk készített fegyvereket. Ha? Nos, úgy tűnik sárkányokkal nem működik. A testvéred kérdezte, eleget eszel-e? Úgy tűnik, hogy igen. A... Brock rólam kérdezett? Nem volt sörszakó a lehellete? Hagytad, hogy ismét hozzáérjen. Gyertek! Ezért volt Brock rögtön a templomban a vízcsökkenés után. Átlépett a világok között. Na jó, most itt legyen. Ehhez teljes csendre van szükségem. Meg is van. Jó. Most már nem hagy nyugodni a dolog. Mit csinál a törpék jelen? Pillanat. Mark of the Dwarves. Na ez mit csinál? Na, csak nézem, hogy mit csinál ez a törpék jelen. Nem lettem okosabb, most így Redditen olvasgattam. Secret upgrade stat, igen, na, itt. Azt mondja, hogy ez a jel ad egy kis stat boostot. Ó, oké. Jó, statboost, egy kis statboost. Elfogadom. A szevasz, Mike. Hali, sidequestezel is, vagy kifejezetten csak a mate viszed végig? Hát, eddig úgy néz ki, hogy sidequestezek is, meg mainquestezek, de alapvetően csak a mainquest a... Szóval, gondolom... Kitalálod?
a cél. Téged nem fogunk egy helyben maradni. Így van. De hogy haladjunk tovább? Hé, Sindri, vetnél erre egy pillantást? Őszintén? Úgy sincs jobb dolgom. Áldozatok Tyrnek, ezek elég nagy ritkaságok. Miért? Tudod, Odin nem igazán szerette Tyrt. Azt hittem, mindet megsemmisítette. Ha megtaláljátok a fenőkövet, kérlek, bánjatok vele nagyon óvatosan. Elvégre éged csak értékes erekje. Itt volt valami, amit írt, hogy megcsináltuk az igazság és... valamit. Igazság és... nem tudom, mit csináltunk meg. Ez az. A Tyrnek szent áldozatot kellett elvinni Brocknak vagy Sindrinek, és 350 XP-t kaptunk, értem. Szóval mit csinálsz itt fent? Vadászom. Szkapolit salakra. Szkapó mi? Szkapolit salak. Érceg bizonyos szennyeződéssel, hogy kiaknázzuk annak sok egyedi tulajdonságát. Ami valakinek szemét, az a másiknak művészi alapanyag. Rendben. Nos, mi egy darabért jöttünk az óriás vésőjéből. Abból, amelyik a jég alá van temetve? Ha, sok szerencsét! Igen, igen, gyertek! Na. Még tovább tudjuk fejleszteni a reflexiát. És neked? És akkor ezzel elvileg maxos. Nem, még egyet lehet majd rajta fejleszteni. És vennünk kell feltámasztó követ. Jelentős mennyiségű életerővel támasztva jöhet. Belefér. És igazából fejleszthetnénk ezt a szetet is. Nem. Amit csak akarsz? Bár, hogy... Csináljuk! Mit tud kraftolni? Már itt van a lehullott hamu melvértje, a lánguló magma melvért, és az izzó kő, kénkő válvért. Ezek most már itt vannak. Nice. Nice. Jól van, szépen jönnek a cuccok. Van valamire, a közelben leszek. És most a képességeket fejlesztjük a Boynál. Mert most már tudunk olyat, hogy a fényveszők robbanási kábaságot okoznak a becsapódáskor. Az jó. A fényveszők, fényilveszők hatalmas mennyiségben okoznak kábító sebzést az ellenségeken. És... a sokkoló nyilak jelentős mértékű áramütést okoznak az ellenségeken. És az áram csatornával összekapcsolható több ellenség. És az utolsó, jelentős mértékben növeli a reflexi lövési sebességét. Úgyhogy a boy itt ki is van fejlesztve. Ki van maxolva? Forgószeles söprés. Támadás után le kell állni egy pillanatra és újra támadni. A második kombinált csapás kiváltása az fordított alapállásban nyom meg az R1-et. Meg az R2. Nem tudom, ezek így annyira nem. Jó, azt még kirakjuk, hogy több ellenfelet tudjunk kijelölni. Úgy lejjebb megyek, és akkor jobban látjátok, amit én is néztem. Fejszét sem akarok nagyon feltölteni, de jó legyen. Célpontok maximális számát 5-re növeli, amennyit ki tudunk jelölni. Sírnél valami érdekes?
Ez a lőkés is érdekesnek tűnik. Le tudunk állni alapkezes támadásnál is. Erős felütés. Ugró pajzsos tám. Na, például ilyet is lehetne csinálni. Jó, kiraktuk. Vállal történő lerohanás is van. Meg felesszük a spártai dühöt is. Persze. Jó. Fejlesztettünk egy kicsit. Találjátok a fenőkövet, kérlek, bánjatok vele nagyon óvatosan. Jó, jó. Téged csak értékes erekje. Abba az épületbe megyünk? Igen. Gondolod, találunk ott valamit, ami segít feltörni a jeket a vésőhöz? Nem. Tovább gondolkodom. Most találkoztunk először vele. Nyilváltás! Ulfanon! Oh, igen. Róla a sapka. Ölj utazókat! Minél többet találhatsz ezekből az erősen felfegyverzett kardforgatókból, miközben alaposan átkutatod a bejárt világot. A legyőzésükhöz a bestiáriumban kaphatsz tippeket. Hol csináltad? Egyre képzettebb leszel. Na. Ennek az utazónak egy hatalmas pajzs van a hátán, ami miatt még nehezebb ezen az egyébként is rendkívül ellenálló páncélon áttörni. Hát igen, az nagyon szívás volt. Mutassuk meg a törpöknek. Jó kis utazó. Az utazó páncéljának elkészítése. Most már tudunk majd ilyet is. Igen, egy diplomáciai küldetés során megpróbáltuk kialkudni a békét Asgard és Vanaheim között. Abban a háborúban sokan oda vesztek. Amit nem tudtam, hogy Thor akkor már vérengzést rendezett az óriásoknál. Mi köze az óriásoknak az istenek háborúihoz? Az égvilágon semmi, és ez benne a tragédia. Ők nem álltak egyik oldalra sem abban az őrületben. De Odin paranoiájánál csak Thor vérszomja volt nagyobb. Oké. Okay. Ja, tehát, hogy itt külön meg kell nyomni egy gombot.
Nézzük csak ennek. Jó! Jó, akkor menjünk csak vissza. Már látom, mit lehet ezzel csinálni. Nézzük, hogy leesek. Ó! Ó! Szinkron launcher? Nekem nincsen szinkron launcher, nekem csak egy telepítő volt a szinkronhoz. Miután felraktam a szinkront, utána elindítottam a játékot. De lehet, hogy az online telepítőnél más van, én az offline-nal telepítettem. Ideiglenesen felerősíti a Leviatán fejszét, így az egy kis fagyasztó robbanást kelt minden ütésnél, és egy kevés bónuszt ad a rúna és normál támadásokhoz. Na, ez amúgy tetszik. Ez tetszik nagyon. És az ivadi ülője, ami most van. Igen. Jó, akkor jöhet a fagy áldása. Ez jöhet. Hát is csak telepítés volt, és már magyar szinkronos is lett. Uh-huh. És merre nem kell menni, vajon? Jó, úgy néz ki, hogy erre nem kell menni. Merre ugye csak tört ezüst volt. Azt mondja, Egy újabb kristály, csak szólj! Rúma! De nem is fényes a homlokon, betonhurka. Lehet összekeversz valakivel. Már majdnem. Hát, nem a legcsendesebb terv. Oldozzuk ki a másik vántot. Igen. Fel, amikor a véső odalent van. Gondolkozz. Még mindig nem jött rá, Atreus. Nos, a vastag jégréteg alatt van, így az olvadás nem jöhet szóba. Úgy van. És nem voltak a közelben zúzó kristályok, így ez sem megoldás.
Úgy van. Akkor csak a jégfeltörése maradt, de szükség lenne valami őrülten nehézre, hogy... Ó, értem. Jó. Rájött. Hogy érjük el, hogy a kalapács a vésőnél érjen földet? Nem lehetséges. Kioldjuk, lejövünk rajta, majd kitaláljuk, hogy mi legyen azután. Szóval a terved a szerencsétől függ. Bármikor javasolhatsz egy jobbat. És most? Kapaszkodj! Aha! Lehet, hogy ez rossz ötlet volt. Csendet fej! Teljes mértékben közösségi támogatással. Várj! Na, köszönhetem. Jött létre ez a szinkron, én is úgy tudom. Nem jött be. Csak kicsit esett. A szinkron sarok megkérdette, játékosok támogatták. És így. Volt egy cél, és amúgy a cél elég gyorsan teljesül. Pikpak. Ó ne, beomlott a padló. Ott egy homoktál, de hogy jutunk oda? Sziari, az lesz. Sehogy. Üdén mindenkinek, srácok. Mi sehogy, de te így. Igen. Mit mond? Amikor az idő furcsán hat rád, az előre vezető út retrográd. Retrográd? Visszafelé vezet? Azok a szimbólumok, évszakok? Igen, de össze vannak keverve. Nem úgy kéne lennie, hogy tél, tavasz, nyár, ősz. Miért a téllel kezdted? Egy dalból, amit anyám énekelt. Ó, azt ismerem. Jöjj tél! Hallgass fej! A zenét sem szereti? Hát jó. Én kíváncsi lettem volna rá amúgy. Írjad! Vetör, Var, Sumar, Haust. Mi? Így nem jó. Pedig tudom, hogy ez a sorrend a dalban. Tél, tavasz, nyár, ősz. Ja! Igen, igen, igen. Retro. Igen, igen. Azt! Haust, Sumar, Var, Vetör. Igen! Köszi, Griffin. Atreus. Elmondta, hogy retrográd. Fóla, azt jelenti kibírni. Próbáld meg. Fóla. Szép volt. Írd le újra. Fóla. Emelkedünk. Az energia megemeli a padlót. Így tovább. Fóla. 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 Fej, ez hogy lehet? A véleményem? Temporális mágia. Veszélyes dolog, amivel a ván istenek szórakoztak, az időmegállító képesség. Történetesen ez volt Njörd kedvence.
Volt? Miért hagyták abba? Nos, kiderült, hogy az idő megállítja a napot és a holdat is az égen. Viszont sajnos nem állítja meg az őket üldöző farkasokat, amik fenik rájuk a fogukat. Ezt követően döntöttek úgy, hogy jobb békén hagyni az időt. Nem érek el a tához! Még többen! Ezt nem akartam elnyomni. Majdnem megtámadtak. Így tovább, mielőtt a padló beomlik. Nagyon erős lett a boy szerintem, így felfejlesztve. Nem jó, már megjönnek. Hát ez lássam. Csináltad. Köszi! A fiú! Csak vicceltem, te nagy mufurc! Ott nem hagyunk ott semmit? Biztos? Jó, nem hagyunk ott semmit. Te nagy mufurc! Itt van hát! Hogy fogjuk kiszabadítani? Lökjük! De... Bíz bennem. Gyere. Fogd és tolt teljes erővel. Igen, uram.
Hát Reusz, mivel te is tudod, ezért sokkal könnyebb. Hogyan jutunk le? Ugrunk. Mi? Gyerünk! Ne félj! Miért félnék? Ja, egyszer érünk Kratos módba van. Hány Kratos módba? Örült vagy, ugye tudod? Nem. Jól vagy. Hogy megcsapkodta? Rendben. Menjünk tovább. A fejet. Tehetsége van a pusztításhoz. Emlékezz erre, fej! Észben tartom. Annyit mondok nektek, hogy... Harry Cavill. És aki tudja, tudja. Aki nem tudja, az most nem érti. Nos, ha meglesznek, enyém a kölyök, jó? Neked meg mi bajod van? Törp szagot érzek. Keresd meg! Apám! Ne most! Ja, oda. A két férfi Baldurral. Az unoka öccsei? Úgy van. Magni és Módi. Thor fiai. Anyám szerint az ázok a legrosszabbak, és Thor a legrosszabb köztük. Biztos apának is szörnyű lehet. Ők már nem gyerekek. Nincs mentségük. Sindri jól van. Nem látják őt. Á, a nagy ebédlő. Egész Midgard irigyli. Érdekes. Úgy emlékszem, volt itt egy nagy gyertyatartó. Ott van. Nagyon feldobta a helyet. Ott. Á, tényleg. Ezt is megfogdossuk egy kicsit. Hiába, csak pusztítani tudsz, igaz? Ha jól emlékszem, a gróf trónja annak a jégfalnak a túloldalán volt. Készülj fel! Yeah.
Fú. Hát ő kapta rendesen. Megkinyitottuk. Csörtető szellemvatkonokat idéz meg, amelyek átgázolnak az útjukba kerülő ellenségeken. Ó, oh, ezt meg kellett volna. Pillanat, csörtető szellemvatkan keresés most éppen. Ó, ez ilyen kábító. Azt hittem, hogy Magni és Móni. Csikesz. Nézd meg! Na! Hogy szétszedte. Szerintem kezdem megszokni. Szerintem azokat úgy se lehet kiszedni, de azért oda is robbantunk egyet. Mégis ki lehet őket szedni. De ez vérfarkas. Úgy néz ki, mint egy szívósabb vérfarkas, és okosabb is. Nagyon-nagyon veszélyes lények. Örülök, hogy az íjam idegében is van némi varázslat. Egyébként nem vagyok biztos benne, hogyan tudnánk ezeket az erősebb lényeket leteríteni. Ez is érdemes venni egy PS kontrollát akkor? Nem, szerintem ennek még nincsen adaptív triggeres, meg haptikus feedbackes visszajelzés, ez ennél nincs, szerintem csak a Ragnaröknél is. De megmondom őszintén, nem figyeltem. Lehet, hogy nekem azért nem jött be ez a játék, mert olyan, mint a egész egy nagy quick time event lenne, nem éreztem, hogy én csinálnám a dolgokat. Hát figyelj, akkor érdemesebb magasabbra tenni a nehézséget. Mert akkor több mindent csinálsz te, úgymond. Nem olyan könnyű kábítani az ellenfeleket. Jobban kell odafigyelni arra, hogy dodzsolj. És akkor nincs az, hogy mint amit én is csinálok, hogy van valami előttünk. Gyorsan feltöltöm a kábításékot, aztán pikpak halnak. Nem úgy értem, hanem mindig mindez megjelenik, hogy nyomd a gombot. Ja, értem. De hát végül is te csinál, mármint hogy most itt a jelenetben is, amikor Kratos eltolja a kalapácsot Atreusszal, itt is igazából te vagy az, aki odébb tolod. De, ja, hát végül is. Szóval érted. Látod,
Jól van. Muszáj volt elkülnöm, amikor Thor fiai megjelentek. Szerintem ezt lehet Xbox kontrollerrel játszani, Fish. Igazából én a PS kontrollert azt azért javaslom, mert baromi menő az a... Vetnél erre egy pillantást? Őszintén? Úgy sincs jobb dolgom. Az adaptív trigger és a haptikus feedback, de szerintem ennél a ennek a játéknak nincsen olyan támogatottsága. Szerintem. De utána kell olvasni. Amúgy megnézem. Általában a store oldalán leírják. God of War Steam. Írják, hogy DualShock, DualSense kontroller támogatás, de... Hát nézzük. Ja, mivel nincsen PS5 verziója a God of War-nak, ezért nincs is... Nincs megcsinálva a támogatás hozzá. Mármint itt most a speckó DualSense támogatást nincs megcsinálva hozzá. Egyébként fontos információ, a DualSense adaptív triggerrel és haptikus feedbackkel csak akkor használható ki, ahogy én használom kábellel. Tehát kábel nélkül nincsen ilyen technológia. PC-n. Az utazók. Förtelmes. Büdös. Ki tudja, hány kis bestia van rajta. De a páncél bámulatos. Lássuk, tudok-e valami higiénikusabbat készíteni. Rendben? Új receptek feloldva. És ott van az utazó melvértje. Lassan regenerál egy védőpajzsot, ami elnyel egy támadást. Akkor mégsem. Mégse. Hát most nem csinálunk. Komolyan mondom, elment a háborúba a nagybátyánkkal, majd lelépett. Lehet, de a nagybátyánk évek óta nem lát tisztán. Amíg apám kéz benne, addig mi is. Szóval abba hagyod a szövegelést, összpontosítasz és segítesz megkeresni őket. Jaj, csak azt ne. Ó, szép csablak testvér. Nem okozhatunk csalódást apánknak, szóval igyekezz. Igen, a szemkövet az független megy a dolgoktól. Raimund a szó, hogyha leáll a stream a szemkövető, akkor is megy tovább. Találjátok a fenőkövet, kérlek, jó. Nagyon óvatosan. Eddigre téged csak értékes erekje. Még egyszer elmondod, akkor nem fogjuk megkeresni. Siessünk! Szerezzük meg a vésőt és tűnjünk el, mielőtt bárki észrevenne! Magni és Móni. Fiú! Add meg magad! A mindenek atya követeli. Nem. Helyes. Ez az én arcom, fiú. Menj! Mit képzelsz, hova mész? Jaj, ne, fivérem! A kis vakasnak nyila van! Most mi lesz? Én a szaros testem! Menjél, hogy csak átvennem magam, hogy mit csinálják! Gyere!
Nem is emlékszem, mikor volt utoljára méltó ellen. Ezek neked méltók? Egy öreg ember meg a nyikhaj borja! Lejjél a kis szaros! Maradj mögöttem, fiú! Miért vadásztok ránk? Mit akar tőlünk Odin? Nem tudom, nem érdekel. Gyere, sárvérű! Eleget fogtad apuci kezét! Csendet! Ne nevezz így! El sem hiszem, hogy eddig bírtad. Azok a víznök, ezek alig bírják el az íjat. Ott mondtam, fogd be! Nyugodj meg, fiú! Úgy néz ki, meg kell őket lehetszíteni! Mimir! Enyém a másik szemed! Nézd magad! Gyenge és asztalak! Egész életedben a puci szoknyája! Nem foglalkozz vele! Koncentrálj! Mégis kinek kell! Kibaszott rondba lehetett, összevagdosta a gépet, hogy hasonlíts rá! Ne beszélj az anyámról! Ne beszélj így anyuciról! Ne hallgass rá, pajtás! Csak fel akar dühíteni! Idióták! Rá! Orfiai elpusztítanak titeket! Próbáljátok csak meg, ti balfácánok! Hey! Bocsánat, túlzásba estem! Élvezitek? Mi a baj? Hagyd abba! Fiú, koncentrálj! Intézem a magát! Anyuci nem adott eleget enni. Még a szóval is ronda vagy. Kussolj, te rohadék! Atreus! Biztos valami kurva volt, hogy lefeküdt az apáddal. Megöllek! Atreus! Uralkodj magad! Henry Cavill, me! Ne! Hogyan? Neked fogalmat sincs! Te kibaszott kurva! Gyere vissza, te gyáva féreg! Letépem a fejed! A betegség. A láz visszatért. Nem!
ez nem igaz! Fiú! Vért köhög fel! A fiú beteg Freyára van szüksége! Nem! Nyugalom. Minden rendben. Semmi baj, pajtás. Jól vagyok, látod? Francos munkáján el kell kezdeni dolgozni, és mi? Vigyázzunk rá. Azok a szemetek. Igen, ment az anyázás. Magnim, Thor idősebb fia. Volt egy hatalmas kardja. Tudta használni a villámok erejét, és rettentően aljas volt. Apám megölte. Módi, Thor kisebbik fia. Egy igazi mocsok. Ő is tud villámokat szórni, és a buzogányt és pajzsot használ. Amikor apám megölte a bátyját, Magni elrohant, de biztos vagyok benne, hogy nem utoljára láttuk. Ha a legközelebb látom, megölöm. Egy fagyott láng. És egy leiptr ötvözet. A Thor rokonsága által használt villámmal feltöltött fém. Áramütést okozó fegyverek markolat gombjának fejlesztésére használható. A kincses térkép rejtek helyén található. Míg. És már csak egy fagyott láng kell. A maxos fegyverhez. Látszólag. És most szedünk egy darabot a vésőből. Egy darabot a vésőből. És ott a shizzle. Elég. Reméljük. Ezzel bevéshetjük a szükséges rúnát, ami oda visz, ahová kell. Sőt, ezzel kinyithatjuk mögött a mágikusan zárt ajtókat, mint ami ott is van. Ott is van? A vésővel kinyithatod az ott lévő ajtót. Mert üsszögél, Atreus. Na ez, ami itt van, ez a ajtónyitás, PS-en nagyon menő, mert érzed, hogy rezeg ott a kontroller, ahova ütni kell. Nyilván ez nincs meg, ott csak a vizuális rész van meg amúgy. Szóval ez az élmény csak kontrollárral van. Te megölted Magnit. Megám. Megöltél egy istent. Egy kisebb áz. De igen. És Thor az apja. Ebből gond lesz. Ennek híre fog menni. Ezt Asgardban nem fogadják majd jól. Magunkat védtem. Semmi több. Nem félek az ítéletüktől. Nem az ítélettől. Hanem a bosszú miatt aggódom. Mióta tudsz megölni egy istent? Ja, PC-n is megy kontrollerrel, csak annyi, hogy PC-n egér billentyűzettel, nem rezeg az egér sem a billentyűzet, ugye? Azért mondtam ezt a plusz infót. Hát induljunk meg, aztán majd látjuk, hogy hol vannak a pecsétek.
Hello? Ja. No. Majd megtaláljuk. Ha megtaláljátok a fenőkövet, kérlek, bánjatok vele nagyon óvatosan. Eddig de téged csak értékes erekje. Nem vágom a kérdésed. Masaker. Most szereztük meg a vésőt. Hey! Hallottátok? Magni, ázisten, Thor fia, halott! Tudom! Most Modi dühökbe járja a vidéket a gyilkosát keresve. Megesküdött, ha megtalálja, akkor... a francba ti voltatok. Megbeszélhetnénk ezt halkabban? Vagy inkább nem. Szerintem ez egy jó terv. Jó. Nézzük csak. Hát itt vissza kellett jönni. Szóval nagy valószínűséggel a pecsétek itt vannak elrejtve. Kökörcsi hangja a Witcherből? Sindri? Nekem csak Eggmeyer volt, meg amúgy elég sok szerepe van. De mindegyik ilyen mellékszerep. Egy volt ott elrejtve. Erre meg már ugye nem lehet. A sunyi! Jég katalizátor. Hél jeges gletszerei egyikének jégszilánkja. A végtelen viharok amuletjének fejlesztésére használható. Nem, most akár. Amire te gondolsz, hozzájuk csak vésővel lehet bemenni. Ha megtaláljátok a fenőkövet, kérlek, bánjatok vele nagyon óvatosan. Elvégre véged csak értékes erekje. Na és akkor most fejlesztjük a Leviathan fejszét. Oho, igen. A fák Ragnarökje. Várlak vissza titeket! Oké.
Amikor nincs semmi a kezedben, levéletem fejsze azonnal egy visszaívásához egy erőteljes csapás végrehajtásához, nyom meg az R2-t. Ja, nem látjátok. Szóval ez így néz ki. Ezt fogjuk most megvenni. Hát ezeket meg így nem mozgat meg. Úgyhogy most nem költünk semmire. Hát igen, ezeket kéne használni, a B-buy foglalatokat. Sérülés esetén nagyon kis eséllyel védelem ajándékát kapod. A fejszállítások által okozott sérüléseket lehet növelni. Mérgezés, sötét elf, ilyen olyan ellenállás. Rúna áldás ad, sikeres hárítás. Sérülés esetén védelem. Sikeres hárítás eséllyel, nagy eséllyel védő pajzs. Az jöhet. Ja. Dühöt kapunk sérülésnél. Az jó amúgy. Védelem. Bármilyen sikeres állítás esetén kis eséllyel életerő növelés, nem? Égési ellenállás. Nagy eséllyel rúna áldás. Ez fix stat. Utána néztem, mégsem kökörcsén. Bocsánat, fake news voltam. Most már kíváncsivá tettél. Azt mondja, hogy snit. Snit.hu vaják. És. Kökörcsin, Bercsényi Péter. Ja, hát akkor ez nem ő. Szia, Sien. Ezek fix statok. Jó, hát akkor... Sérülés esetén védelem. Hát amit olyat, hogy... Aha. Jó, legyen ez. Mert ad erőt amúgy meg rónát. Szóval jó ez. És akkor ide meg a fejszállítások? Hát nem. Sikeres hálítás esetén életerő növelés. Jó van, adjad. Ez a birodalom hajlítás elég menő volt. Ha eltalálnak, aktiváld és gyorsabban felépülsz. A new subscriber arrives. It fills you with determination. De az Aren, köszi szépen a támogatásodat. Köszi, hogy a Prime-adat te is rám használtad el. Srácok, peregjenek a szvegek. Peregjenek a szvegek. Jaj. Kisfajtás nincs túl jól. Jól vagyok. Ne aggódjatok. Ha így van, akkor gyerünk. Igen. Na. Mi nem kelt újra életre. Ez érdekes. Az ázok megtalálják az útjukat a Valhallába. Nem kísérik őket a valkűrök, és nincs akadály Helheimnél. Ennek lehet jelentősége. Rosszá! Két helyre is kell majd ilyen. Egyik, másik pedig a csillár leszedése.
még egy kis birodalmak pora, és már csak 10 birodalom szakadás vár ránk. Nézzétek, visszakerültünk ide. Mi ez a hely? A halászok ebbe a kikötőbe hozták a fogást, és ezzel a szerkentyűvel küldték azt a törzsfő konyhájára. A többit eladták. A hüvelykúj alatt van egy kijárat. Át kell jutnunk. Ez mozog. Talán elérhetjük. Na, Atreus, fel kell ide vinni. Van ott egy nyílás. Elhívják. És akkor át kell húzni. Van egy ösvény a kijárathoz a másik oldalon. Oké. Shortcut. Király lenne, hogyha ezt le lehetne rúgni. Csak úgy, anélkül, hogy lemennék. Kellett el magyarítás, Ferika. Tudom, hogy alasolni. Ismét a tenyér alatt. Mindjárt ott. Mentünk tovább. Minden, amit csináltunk. Megmásztunk egy halott orjást. Egy zuhanó kalapácson voltunk. Istenekkel harcoltunk. Mit szólna ehhez anyám? Hogy nagy utat tettél meg. Köszönöm. Menjál. Meglát, meglát. Rejtett kamrák. Keresd meg az összes kamrát és lépj be, amikor teheted. Gyere fiú, itt van még egy. Á, ezt ismered, nem? Ez Táműr, az óriás kőműves.
falat építi a tünhelyem köré. Ez lett volna a mesterműve. Csak meg akarta védeni a népét. Kár, hogy az első rész elégett. Az utolsó tábla is eléghetne. Borzalmas, ami történt. Minden oltár a legendák egy óriásának történetét meséri el. Tamür falat épített Jötunheim köré, hogy megvédje az óriásokat az ázoktól. Befejezte valaha? Olyan, mint egy börtön. Ez megmagyarázná a jókora bűvös zárat. De több annál. Van egy olyan érzésem, mintha valami várna minket ide lent. Érted a módját, hogy kell félelmet kelteni? Mi vár ránk lent? Nem tudom. Valami erős. Bármit is érzel, fiú. Elbánunk vele. Egész eddig eljutottunk, ugye? Igen, apám. Már csak azért is érdemes ide lejönni, hogy meglegyen a fast travel pont. Meg itt egy holló. Meg ott. Meg ott van. Valkűr? Bebörtönözve? Tényleg megtette? Egy valkűr? Azt hittem, azok csak lelkek. Legyetek óvatosak. Egy húsvér valkűr. Nincs annál veszélyesebb ellenfél. Nem támad. Tudja, hogy itt vagyunk? Bátorságpróba. Győzz le egy valkűrt. Basszus, másik irányba kell dodzsolni. Yeah.
az első. Megszabadítottatok a rontástól. Örökké hálás leszek. De a nővéreim továbbra is rabok, akár csak én voltam. Vegyétek el a sisakomat, keressétek meg őket, szabadítsátok ki őket. A valkűrök sorsa tőletek függ. A valkűrök sorsa. Fontosnak hangzik. Nem is kicsit, pajtás. Mit tudsz róluk? Kiváló kérdés. Ennek ellenére nem könnyű megválaszolni. Sokat tudok, de történelmük nagy része titokba burkolódzik. A valkűrökkel való találkozásom a bebörtönzésemmel ért véget. Kerülöd a kérdést, fej. Mint mondtam, ez bonyolult. Nem tudom, miért és hogyan lettek ennyire szerencsétlen teremtmények, de ha többet kiszabadítunk... Azt akarod, hogy ilyenekkel harcoljunk? A valkürök sorsa, pajtás. Nincs ennél tiszteletreméltó próbatétel. Veszélyes lesz. Ez eddig sem volt probléma, nem? Hmm. Ez a beszéd! Szóval köszi szépen, srácok, a GG-ket. Nemes Takács Kata volt a Gunnar. Ő volt az első valkür. Az első valkür movesetje az így szerintem, ha felkeltenek hajnalok hajnalán, akkor is tudom, hogy mit csinál. Úgyhogy ő még a könnyebbek közé tartozott, hát ő az első, akibe így bele lehet futni. És... ott van még valkür. Meghalt. Mit csinálunk még itt? Nyugi már! Nézőkkel beszélek, hát te most. Belekezdtél egy legendás szívesség teljesítésébe. A romlott valkürök hatalmas erejű lények, akiket Odin rejtett kamráinak mélyén és más birodalmakban találhatsz. A legyőzésük nem könnyű feladat, és nagy erejű felszerelés kell hozzá. Találj meg és győzz le minden romlott valkürt az igazság kiderítéséhez, és hogy megkapasd a legendás jutalmat. Felszabadult, így van. Gunnar a valkűr sisakja, szelleminek maradt némi nyoma, amely arra vágyik, hogy csatlakozzon a nővéreihez. Ez igaz, ez... maximálisan igaz, hogy nem meghalt, hanem felszabadítottuk. Jaja. Mit csinálunk még itt? Asgardi acél. A valkűrök páncéljának darabjain talált asgardi fém. A letaszított szolgáló tollai kicsivel növeli a futás maximális sebességét. És egy kis asgardi acél még. Na hát ez amúgy kellett így a délelőtti stream végére. Egy kis valkűr fight. Egy jó kis valkürfájt. Szeretem amúgy nagyon ezeket a fájtokat a Ragnarökbe is. Nem erre besenci. Nem foglalkoztunk még insöntökkel. Ha jól emlékszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem, ahhoz, hogy olyanokkal harcoljunk, azokra az insöntökre, akikre te gondolsz, ahhoz kell egy ilyen talizmán, amivel ting, és akkor... Vagy ez a Ragnarokban volt? Nem emlékszem. De majd eljutunk oda. A szekrényt kinyitottuk, aha. Itt volt a Talműr, vagy kinek a izéje, az óriás építésznek. Ez a Ragnarokban volt? Hát akkor rosszul emlékeztem.
Talán Freya megnézhetné a fiút. Nem, már jobban érzem magam. Csak kellett pár perc. Most hová? Most, hogy nálunk van a véső, meg kell ismernünk Jötunheim utazó rúnáját, hogy megnyithassuk a birodalmak közti utazást, és beléphessünk az óriások földjére. Te nem ismered? Sajnos nem. De a kígyó említette, hogy az óriások Tyrre bízták ezt a titkot. Tyr nem halott? De igen, viszont a rejtett kincstára nagyon is elérhető. Az ajtók a templom alatt vannak, nemzedékek óta voltak a tóban, amíg a kígyó ki nem emelte a testét. Amit ott keresünk, az a legendás Jötunheim fekete rúnája. Vagy akár körülnézhetünk. Nálunk van a véső, és a kincstár sem megy sehova. Mi legyen? Meglátjuk. Minket kérdezett Atreus, akarsz még egy kicsit bolyongani, vagy csinálnál tovább a fülküldetést? Koncentrálj! Felettem, vigyázz! Rá gondoltál, Árbesenc? Mert nekem az rémlett, hogy pajzsal kell csiringelni nekik, hogy felkeljenek. Na jó van, srácok, itt hagyjuk most abban. Így délelőtt. Innen folytatjuk majd ebéd után. És meglátjuk még, hogy főküldizünk, mellékküldizünk, felfedezünk, majd még kiderül. Most minden esetben nagyon örülök, hogy sikerült mindent is csinálni, egy kis mellékküldit, egy kis felfedezést, és a végén egy kis főküldetést is. Ezáltal egyébként 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elérkeztünk a 8. Így van, a 8. fejezethez. A 16-ból. Tehát, ha most ezt megcsináljuk, akkor túl leszünk a játék fősztoriának a felén. Remélem élveztétek, még mindig ez zseniális. Viszont most már nem fogjuk hallani. Tovább Zöld Csabának, Módinak a hangját. Ez ismét csak jó kaland volt. És közben Midgard 49%-os lett.